Már napok óta tudta az amerikai hírszerzés, hogy Jevgenyi Prigozsin az orosz Wagner zsoldos hadsereg vezére katonai akciót készül végrehajtani az orosz hadsereg vezetői ellen. Állításuk szerint Vladimir Putyin orosz elnök is tudott a tervekről, ám meglepte a hírszerzést, hogy a rendkívüli televíziós beszédében nem hangoztatta a nyugat és a külföldi szervezetek esetleges érintettségét. Közben elterjedt az elmélet az interneten, hogy a CIA pénzelte Prigozsin pucs kísérletét, valamint arról is mennek a találgatások, hogy a szombati események vajon megpecsételik-e Putyin sorsát. Üdvözlöm Önöket a mikrofonnál Pulifai Máté ebben a podcast sorozatban rendkívüli híreknek, eseményeknek a hátterét igyekszünk megvilágítani. Ha érdekli a folytatás, kérem iratkozzon fel a Youtube oldalunkra, ahogyan ezt már közel 38 ezeren megtették. A csengőgomb megnyomásával az értesítéseket is bekapcsolhatja, és akkor egy új adásunkról sem marad le. Röviden összefoglalva a szombati eseményeket, az történt, hogy a Wagner zsoldos hadsereg vezetője, Jevgenyi Prigozsin a korábbinál is élesebben támadta az orosz katonai vezetést, mert szerinte csapást mértek Ukrajnában a seregének állásaira. Ennek körüljén egyfajta igazságmenetet hirdetett, amelynek keretében a katonáival együtt behatoltak Oroszország területére, és elindultak Moszkva felé, miközben az összes jelentősebb város katonai létesítményeit az ellenőrzésük alá vonták. Vladimir Putyin árulásnak minősítette az esetet, és kemény választ lépéseket ígért. Végül az esti órákban a Belarus Elnök Alexander Lukashenko közvetítésével sikerült megnyugvást elérni. A Kreml ejtette a vádakat Prigozsin ellen, aki végül Belarusban távozott. Azoknak a Wagner katonáknak pedig, akik nem vettek részt a felkelésben, felajánlották, hogy szerződést köthetnek az Orosz Védelmi Minisztériummal. A szombati nap folyamán készült podcast-adásainkat és elemzésünket, például Robert Szikásztellel, valamint Sokuti Bálint biztonságpolitikai szakértőkkel a leírásban érhetik el. A vasárnapi nap a találgatásokról szól. Még a szakértők sem teljesen értik, hogy pontosan mi is történt a minap, az abszurd fordulatokkal teli szombat sokak szerint jelentős változásokat hozhat majd az orosz katonai és politikai vedetés, de akár az ukrajnai háború jövőjét illetően is. Így hatalmas kérdés, hogy például Prigozsi árulását tényleg ennyiben hagyja-e Putyin? Illetve ha gyengének mutatkozik, akkor vajon mennyi ideje van még hátra Oroszország elnökeként? De ezekről a találgatásokról majd később. Mindössze pár óra kellett hozzá, hogy a főáramú amerikai sajtó megírja, az amerikai titkosszolgálatok már pedig tudtak előre a Wagner vezér tervéről. A New York Times értesülései szerint már szerdán figyelmeztették az amerikai hadsereg vezetőit, hogy Prigozsin katonai akciót tervez, ám azt nem tudták felmérni, hogy annak milyen kimeletele lehet. A lap úgy tudja, hogy különösen aggódtak amiatt, hogy vajon biztonságban marad-e az orosz nukleáris arzenál. A New York Times azt is megjegyzi, hogy a hírtervezőket meglepetésként érte, hogy Putyin nem külföldi összeesküvésként tálalta a New York Times egyik forrására hivatkozva azt is megjegyezte, hogy az elmúlt két hétben nagy volt az aggódalom azzal kapcsolatban, hogy mi történhet Oroszországban. Kérdésként vetették fel a hírszerzésen belül, hogy Putyin egyáltalán hatalmon marad-e, illetve az esetleges instabilitás mennyire eszkalálná például az ukrajnai háborút, vagy a nukleáris háború kockázatát. A CNN-nek is nyilatkozott három amerikai hírszerző ők azt mondták, hogy már régóta figyelemmel követték, hogy a Wagner sereg nagy mennyiségű fegyvert és hadi anyagot halmoz fel az orosz határon. Már a hét elején tudott róla, még az amerikai törvényhozás is, hogy a zsoldosok csapat összevonásokat hajtanak végre Oroszország határa mellett. A hírszerzés szerint Prigozsin egész végig hazudott arról, hogy nincs elég lőszere a Bachmut elleni műveletek során, és az egész színjáték arról szólt, hogy az orosz közvéleményt a Védelmi Minisztérium vezetői ellen hergelje. A CNN orosz forrásai szerint a Kreml tisztviselői körében nagy volt a félelem a szombati napon, attól tartottak, hogy véres harcok bontakozhatnak ki Moszkva utcáin, a Wagner és az orosz hadsereg között. A Washington Post arról ír, hogy a héten Hírszerzési tájékoztatók sorozatát tartották ebben az ügyben, és állításuk szerint az orosz elnök legalább egy teljes nappal az események előtt értesült arról, hogy mi fog történni. Ha bár az amerikai média és az amerikai titkosszolgálatok ilyen nyílt kommunikációját érdemes politikai kontextusban értelmezni, érdekes, hogy a hírszerzés mennyire szorosan nyomon követte Prigozsin szervezkedését az interneten már olyan elméletek keringenek, sőt, mémek terjedtek el, mely szerint maga a CIA pénzelhette a Wagner vedért, hogy forduljon Moszkva ellen. Erre ugyanakkor semmilyen konkrét bizonyíték nincs. Annyi viszont érdekes, hogy az elmúlt hetekben az amerikai sajtó több érdekes részinformációt is megszellőztetett Prigozsinnal kapcsolatban. A Pentagonból kiszivárgott bizalmas iratok szerint például elterjedt a hír, hogy szokatlan ajánlatot tett a Wagner vezér az ukránoknak. Az amerikai hírszerzési információk szerint január végén azt üzente, ha visszavonják a csapataikat Bakhmut környékéről, akkor cserébe elárulja, hol helyezkednek egyes orosz csapatok, így csapát smérhetnek rájuk. Egy ukrán tisztviselő a Washington Postnak azt mondta, hogy Prigozsi már többször is megkereste őket ajánlatokkal, de elutasították, mert nem bíznak benne. Egy másik dokumentumban pedig az olvasható, hogy Prigozsin azt javasolta az ukránoknak, hogy támadják a 2014-ben anektált Krimfél-szigetet. Az ukrajnai háborúval párhuzamosan futó kommunikációs és információs háborúban azonban ezeket a szivárogtatásokat érdemes fenntartásokkal kezelni. Ugyancsak a nyugati ügynök narratívát erősíti sokak szerint az a tény is, hogy jelentős mennyiségű készpénzt köztük dollárt foglaltak le az orosz hatóságok a szombati nap folyamán Szentpétervárott, amikor Prigozsin Riodáinál tartottak házkutatást. Az orosz média arról írt, hogy körülbelül 4 milliárd ruberre azaz az átszámítva 16 milliárd forintra bukkantak az egyik irodában. Ezt a hírt egyébként maga Prigozsin is megerősítette, állítása szerint a készpénzből a Wagner alkalmazottak bérét fedezték. Horvát József, biztonságpolitikai szakértő, részletesen is elemezte a Prigozsin féle lázadás okait és következményeit. Az adás linkjét szintén megtalálják a leírásban. A szakértő szerint önmagában nem meglepő, hogy a nyugati titkosszolgálatok megfigyelték a wagner Ez már hosszú évek óta így van az afrikai küldetésektől kezdve. Horvát szerint magától értetődő, hogy megpróbáltak beépülni a szervezetbe, másrészt technikai úton információkat gyűjteni róluk, hogy tudják, milyen üzleti érdekeit sérthetik egyes nyugati hatalmaknak. A szakértő azt sem zárja ki, hogy a Wagnerbe beépülve akár meg is próbálták befolyásolni annak vezetését. Szerinte egy titkos szolgálatnak így kell működnie, ha nem tenné, nem működne jól. Bármi is legyen az igazság, nagy kérdés, hogy mi lesz Prigozsin jövője hiszen a vádakat ejtették ellene, és biztonságos eltávodására Putyin a szavát adta, ám semmi sem garantálja azt, hogy következmények nélkül marad ez a felkelés. A Wagner felkelőknek megengedték, hogy visszatérjenek déloroszországi táboraikba, viszont az akcióban nem résztvevőknek azt engedték meg, hogy szerződést kössenek az orosz védelmi minisztériummal, ami egyúttal akár azt is jelentheti, hogy elkezdik felszámolni a zsoldos hadsereget, ahogyan egyébként ezt Prigozsin sejtette. Ugyancsak komoly dilemma Putin jövője is. Rengeteg híradás és elemzés szól arról, hogy az orosz elnököt jelentősen meggyengítette az, hogy ilyesmi egyáltalán előfordulhat Oroszországban. Az orosz hírszerzést minősíti, ha nem tudtak előre Prigozsin terveiről, és a hadsereget, hogyha tudtak róla, és mégsem tudták megakadályozni, hogy pánik hangulat legyen úrrá Moszkván és környékén. Putyinnak vélhetően erőt kell majd felmutatnia a következő napokban, ám kérdés, hogy ezt hogyan lesz képes elérni. A további fejleményekről újabb podcast adásokban tájékoztatjuk majd önöket. Ha kíváncsiak az újabb rendkívüli hírekre, kérem iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra. Ahogyan ezt már több, illetve közel 38 ezeren megtették. Ha támogatnánk további podcastjaink elkészülését, ezt is megtehetik a videó alatt is található köszönetgomb megnyomásával egy tetszőleges összeget kiválasztva. Minden megtisztelő felajánlást előre is köszönünk. Ajánlom figyelmükbe a hetek heti lap legfrissebb lapszámát is, amelyben olvashatnak arról a 11 kárpátaljai hadifogóiról, akiket Oroszországból Magyarországra szállítottak, és amely nyomán diplomáciai feszültség bontakozott ki Kiev és Budapest között de megvizsgáltuk a labban David Pressman amerikai nagykövet holokausztal kapcsolatos állításait is, hogy ahogyan találnak cikket arról is, hogy mivel készül a Habsburg dinasztia a 21. századra. További izgalmas cikkekért és témákért friss lapszámunkat kérje az árusítóhelyeken, hogy rendelje meg online a hetek.hu-n. Köszönjük, vigyázzanak magukra!